Ezek a felvételek még 2019-ben készültek a Nyíregyházi Állatpark ázsiai elefánt csordájáról. Ekkor mindannyian egészségesek voltak, és boldogan hűsítették magukat a homokot dobálva. Az 56 éves vezértehén Jászmin körül azonban pár hónapja nagy mennyiségű vért találtak a gondozók a boxban. Az elsődleges vérvizsgálatból az derült ki, hogy ez valószínűleg a húgyúti traktusból érkezett. Ezután következhetett a nagyobb, teljes körű diagnosztikai beavatkozás. Ez egy több hetes előkészület volt, hiszen az állatot bódítani kell hozzá. Ez egy 3,5 tonnás ázsiai elefánt, aki természetesen egy ilyen diagnosztikai beavatkozás bódítás nélkül nem visel el. A bódítást azt repülőfecskendővel oldottuk meg, a repülőfecskendőben benne van ilyenkor a bódítószer, az altatószer, és a megfelelő szedáció elérése után kezdjük meg a diagnosztikai beavatkozást. Ez egy specialistára volt szükség, aki a COVID-helyzet miatt sajnos később tudott jönni, mint ahogy először terveztük ezt a beavatkozást, ezért vett több hetet igénybe ez az egész megszervezés. Imke Lüders jött ide Németországból, a kollégina elefánt és orszarvú specialista, főként szaporodás biológiával foglalkozik. Imke Lüders segített nekünk az ultrahangos, illetve az endoszkópos diagnosztikának a felmérésében és elvégzésében is. A vizsgálatok után beigazolódott, hogy jó indulatú daganata van az elefántnak, amely bár közvetlenül nem veszélyezteti az életét, vérzést és rossz közérzetet okoz. A daganat növekedését hormoninjekciókkal szorították vissza a szakemberek. Az ultrahangos vizsgálatból az is kiderült, hogy a petefészkek teljesen inaktívak lettek. Ezért innentől kezdve fél évente újra el kell bódítani Jászmint, hogy vért vegyenek tőle, el tudják végezni rajta az ultrahangvizsgálatot, és beadhassák neki a szükséges hormoninjekciót. Az idős ázsiai elefánt már visszatér fajtásaihoz, visszanyerte eredeti, közel 3 tonnás súlyát, jó ízűen eszik, és viselkedése pont olyan, mint a betegség előtt.